Acer Grosseri Varietas Hersi. Ez a pizsama juharnak egy csodálatos változata. Igazából kiváló példája annak, hogy csak azért, mert azt olvassuk egy növényről, egy fáról, hogy az 15-20 méter magasra megnő, hát az nem biztos, hogy azért a mi életünkben lesz. Ugyanis ez egy rendkívül lassan fejlődő, lassan növő fa, tehát a 10-15 métert azért az bizony, hát én azt gondolom, hogy évtizedes távlatban tudja csak elérni. És ez azért jó hír, mert rengeteg kertbarát szeretne hát olyan kisebb termetű fákat ültetni, amik kifejezetten olyat keres, ami lassan nő, tehát ami inkább az ő szintjén van, és a növény és a fa nyújtotta összes előnyt, azt valahol így az ő szintjén, tehát a mi szintünkön tudjuk élvezni, illetve látni. No, hát ez a pizsamajuhar, ez pontosan ennek a tipikus példája, ugyanis látjuk, hogy milyen fantasztikusan szép, pirosas, vöröses héja van, tehát milyen szép a háncsa, és hát, hogyha rámegyünk és jó alaposan megnézzük, szemügyre vesszük a törzsét, akkor ott is látjuk, hogy mennyire különleges. Tehát ez tipikusan az a fafaj, tipikusan az a növény, az a változata ennek a növénynek, amely lomb nélküli állapotban, tehát lomblevelű növényről beszélünk, de lomb nélküli állapotban is fantasztikus élményhez tud bennünket juttatni. No hát nézzük, hogy február végén, március elején van-e valami teendünk vele már, ami a meccést illeti. Igazából jelentősen mecceni nem kell, nem is nő túl gyorsan, de hogyha látunk valahol esetleg elfagyott vagy elfáradt már nem kellő ágakat, vagy esetleg olyat, aminek nagyon kedvezőtlen az állása. Azt gondoljuk, hogy inkább bokrosabbra szeretnénk növelni, és nem tetszik az, hogy még nagyon a korona belseje felé hajtanak ágak, akkor azokat nyugodtan el lehet távolítani, de azért alapvetően jellemzően sok mindent nem kell vele csinálni. Eldönthetjük, hogy milyen koronát alakítunk ki neki. A fontos az, hogy folyamatosan öntözzük, nem kell túlságosan, de akkor, amikor mondjuk száraz nyarak vannak, akkor bizony érdemes neki vizet adni, mert nagyon meghálálja. Tehát az, aki a pizsama juhar mellett dönt, az viszonylag kevés meccés munkával számoljon tavasszal, és egy igenis szemrevaló, különleges fát kaphat így a kertjébe.